Wojtekowski Csaba irányítása mellett sorra játssza az előkészületi mérkőzéseket az Egri FC együttese. Az MB3-as Felsőtárkány és Kazinc Barcika, illetve a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tiszafüred és a Mezőkövesd U21-es csapata után ezúttal a megyei első osztályban érdekelt Füzesabonyt látták vendégül a Szent Mariai Tibor városi stadionban. Az első félidőben most is zömében a már szerződéssel rendelkezők kaptak játék lehetőséget, míg a másodikban újabb próbázók húztak mezt. 8-0-ra nyert az Eger. Annyit tudni kell, hogy az amatőröknek, akiknek nem volt szerződésük, eddig lejárt az átigazolás, de azok, akik szerződéssel rendelkeztek, vagy rendelkeznek, azokat még lehet igazolni augusztus 31-ig, úgyhogy van még annyi időnk, hogy szétnézzünk a piacon. Augusztus 17-én idegenben, vagyis lényegében két hét múlva a Putnak ellen kezdi az új idényt az Egri FC a jelen állás szerint az MB3 keleti csoportban. A szakvezetés addig még egy hazai edzőmeccset tervez, jövő hét keddre vagy szerdára, illetve szombaton Szolnokra utaznak Ijjék.